teljesen olyan, mint a száraz lenne a szivacs. Tehát nagyon gyönyörűen dolgozza el a korrektort is. Nagyon szép. De tök fura, mert megszoktam, hogy nedves a szivacs, és most ez olyan, mint a száraz lenne. Köszönöm.
Próbálok nem csak kopogtató hangokat kiadni a termékekkel. Nagyon kíváncsi vagyok Rihanna smink termékeire. Mindenki oda van értük, úgyhogy kipróbálom. Azt, hogy ez az árnyalat mennyire lesz jó az én bőrömhöz, meglátjuk, elég sötét highlighternek tűnik, de hát, meglátjuk. Sötét, legalábbis szerintem. Elég szép. Nagyon szép. Igaziból. Remélem, hogy úgy vannak beállítva a fények, hogy ti is látjátok. Tetszik. Igazából tök szép. Abszolút ez a vizes hatás, amit el lehet vele érni. Pedig nem vizeztem be az ecsetemet. Ebbe is van egyébként tükör. Nagyon tetszik ennek a kicsit aranyos beütése van, de nem az a konkrét arany, hanem egy ilyen nagyon lágy, visszafogott arany. Nagyon szép, tényleg tök jó. És akkor most menjünk a szemöldökökre, amihez az Anastasia Beverly Hills Brow Biz szemöldök ceruzáját fogom használni. Nem annyira szeretek szemöldök ceruzákat használni. A Zoeva szemöldök ceruzája kb. Az egyetlen, amivel meg tudom csinálni rendesen a szemöldökeimet. De erről már tényleg annyi jót hallottam, hogy gondoltam, kipróbálom, úgyhogy lássuk. Ezzel nem igazán tudok hangokat kiadni. Az egyik oldala egy kis kefe, ugye? Azzal átvisolva ezzel a szemöldököket. Aztán kitöltöm, ahol szükséges. Tehát kb. Mindenhol. Egyébként ez a top árnyalat, azt nem mondtam. Amúgy ugye általában az Anastasia Deep Brow pomádét szoktam használni. Azt imádom, zseniális. Nagyon szépen, precízen meg lehet csinálni vele a szemöldököket. Szintén top árnyalatban a ceruzát akkor szoktam használni, amikor ilyen nagyon mindennapi sminket készítek, ilyen nagyon visszafogott, akár alapozó nélküli napokra. De hát amikor nem akarok ilyen nagyon erős megrajzolt szemöldököket, bár a pomádéval is szeretem inkább ilyen természetesen megcsinálni, de azért az mégis egy kicsikét erősebb. Nem hiába szeretik annyian, ez tényleg baromi jó. Nagyon gyorsan, nagyon sokan azt mondták, hogy ez tök szuper. Kipróbálom. Fel kell rázni. Nem tudom. Döntsétek el ti, hogy ragyog-e az arcom. Megszárítom. Erről csak akkor tudok beszámolni, ha már használtam egy ideig. Ja, egyébként most nem lesz
City Lash nevezetű szempillás spirálja. Ezt nem a Sephora-ban vettem, viszont most nem vettem szempillás spirált, vagyis vettem szempillás spirált, a Better Than Sex szempillás spirált a Too Faced-től, viszont azt ismerem, tehát nem tehetem be első benyomásos videóba. Viszont ezt a szempillás spirált még nem próbáltam ki, és igazából ez is high-end kategóriás, úgyhogy beillett ide, szóval ezt fogom most kipróbálni. Nagyon tetszik. Nagyon durva. Remélem, hogy ti is látjátok. Jó, és akkor végezetül jöhetnek az ajkak, amihez először is a Bite Beauty-nak a chai árnyalatú rúzsát fogom használni. Ami egy ilyen barnás árnyalat. Mini.